Sziasztok! Ebben a videóban gyerekkorunk egyik kedvenc desszertjét fogjuk elkészíteni. Az őrségben töltött éveim alatt az egyik ilyen alaptézis, amit megtanultam, hogy tök magolajjal minden jobb. Igaz ez a palacsintára is. Úgyhogy egy tök magolajos palacsintát fogunk készíteni, amit nagyon-nagyon a sajátomnak érzek. Tölteléknek pedig sziavát fogunk használni a szezonalitás jegyében. Abszolút ilyenkor van a friss sziavának a szezonja, illetve van remek szilva, lekvárunk és a szalt szilvánk. Szerintem csapjunk bele! Elsőnek kimérek 200 g lisztet. Ezt újra? A liszthez mérünk 250 g szódát, vagy extra szénsavas ásványvizet. 250 g tejet, 60 g tökmagolajat, adunk hozzá 25 g porcukrot, az nagyjából egy púpos evőtanálnyi, egy csipet sót, 2 darab tojást, palacsinta tésztát pedig csomómentesre keverjük. Desszerteknél különösen fontos a gramra pontos receptúra, különösen az olyan összetevőknél, amikor tésztát készít valaki, és hogy milyen arányban kerül egy tésztába a száraz vagy likvid anyag, vagy akár gondoljunk csak bele olyan dolgokba, mint a sütőpor, amiből egy-egy gram eltérés is hatalmas különbséget jelenthet. A palacsinta mellé a szilva lekváron kívül picit így az őszi vitaminpótlás jegyébe fogunk használni friss szilvát, illetve a szalt szilvát is, amit össze fogok vágni, és egy csöbb balzsamecettel, olívaolajjal, illetve vaníliás kristálycukorral fogok marinálni. Fontos, hogy az ételben legyen ropogós elem, ugyanaz a desszertünkre is. Amíg melegszik a serpenyő, mesélek nektek picit egy ilyen gyors tökmag grillásval. Ennél semmi másra nem lesz szükségünk, mint egy kis tökmagra, tökmagolajra, vaníliás cukorra, és a meleg serpenyőre. A palacsinta sütő serpenyőnk teljesen átmelegedett, mindig nagyon-nagyon fontos, hogy a palacsinta tésztát keverjük fel, és már süthetjük is egy gyönyörű szép zöld színű palacsintáinkat. Alapjából véve a palacsintába, de különösképp a tökmagolás palacsintába szerintem az a legjobb, hogy teljesen mindegy, hogy mit rakunk bele, garantált a siker. Most a szezonalitás miatt választottam a szilva lekvárt, tudunk mellé adni friss, illetve a szalt szilvát. Teljesen jól működik túrótöltelékkel, mogyorókrémmel, bármivel, garantált a siker.